nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a tekercs és tekintet. Én Nagy Pál vagyok. Én pedig Szőnyi László Gyula. Schindler listája. Steven Spielberg 1993. Arról szól ez, Vándor, hogy egy szélhámos milliómos az utolsó fillérig elkölti a pénzt, amelyet mások munkájával megkeresett. Tényleg így foglaltad össze a Schindler listáját. Akkor én úgy kérdezném, hogy szeretnél -e gyorsan meggazdagodni? 1. Dörzsöld a tenyered, hogy kitörjön a második világháború. Kettő. Legyél árja német, kiváló náci kapcsolatokkal. 3. Utaz az épp leigázott ország nagyvárosába. 4. Szerez egy megbízható zsidó könyvelőt, aki kiszolgáltatottságában a legjobb tudásával téged fog szolgálni. 4. Juss el a leggazdagabb zsidó pénzemberekhez, és győzd meg őket arról, hogy csak neked adhatják kölcsön félretett millióikat. 6. Szerez ingyen dolgozó, gettósított zsidó kényszermunkásokat. 7. Kend meg a náci vezetőket, hogy mindezt engedjék és támogassák. 8. Kezdjetek el termelni a német hadipar számára. <hül> Finn a nyolc mondatban. Képzeld el, elmondom, hogy milyen hibában nem akarunk most esni. Egyszer hármunkat elhívtak egy beszélgetésre a Saul fiáról, uh -huh. és. Uh szinte egész végig az egyikünk ellopta a sót, nem én voltam, aki a soáról, a holokausztról beszélt, másfél-két órán keresztül, vagy, és arról akartam, mi, mi is beszéljünk, tehát, hogy hogy engedhettük meg, meg miért nem csináltunk valamit, meg hogy a szomszédunkat vitték el, ilyesmi, és magáról a filmről igazából nem ejtettünk szót, és most mi ezt el fogjuk kerülni. De azért fölteszem a kérdést, hogy lehet-e erről a filmről, mint filmről beszélgetni? Kell. Jó, mert hogy van a jelölt és a jel, van az eseménysor és a róla szóló film, a múlt és az emlékezés, Báron György kérdezi, hogy elővehető-e az esztétikai patikamérleg? Hát persze, hát pont ez a lényeg, de megint ebből is erkölcsi kérdést csinálunk. Tehát itt van egy nagyon súlyos ö, probléma, és lehet belőle iszonytató rossz filmet csinálni, és lehet belőle kiváló filmet mm -hmm. csinálni. Szerettük ezt a filmet, Vándor? Igen. Igen? Igen, 15 éve nem annyira, ma most igen. Majd a... nem csak mi szeretjük, mert hogy az IMDB-n, ha jól látom, akkor a hatodik helyen van, és hét oszkárt kapott. Nyolcadik legjobb amerikai film, a tizenegyedik a listán. A filmek, amelyeket látni kell, mielőtt meghalsz, Vatikán 45-ben is Uuuh. benne van, és a negyedik legjobb háborús film. Szép alkotás, felkamaró, megrázó, és a végén megható. Ez így összefoglalja Igen, hatásokat? V vagy nem, mondom a meghatóra, mert ez egy nagy kérdés, és akkor az ember, hát mint filmkritikus is, de gondolom, mint egyszerű befogadó is, ezt vizsgálja, hogy meghatódtam-e, sikerül-e elérnie a filmnek. Én nem azt mondtam, én... hogy katartikus, mert oda még külön szeretnék eljutni. Jó, jussunk majd el, bár kritikus pápa Roger Ebert azt írja, hogy katartikus a befejezés. Uh -huh. Egészen biztos, hogy más volt a hatása, Amerikában, Magyarországon, vagy éppen Indonéziában, lehet, hogy erről is beszélünk, de hát ami kritika meg szokott fogalmazódni a filmmel kapcsolatosan, és akkor kezdjük a rosszal, hogy gicses, hatásvadász, didaktikus, hollywoodi mázzal, tehát a didaktikus alatt, hogy van az a túlbiztosítás, hogyha mondjuk a néző a moziban lejtenne egy pattogatott málé szemet, és lehajolna a szék alá megtalálni a sötétben, félperces tapogatózás után se maradna le semmiről. Illetve... De várj, várj, akkor reagálok picit. A túlbiztosítás szólította meg a fülemet, mert a Pilberg gondolkodott azon, hogy a rendező, hogy milyen nyelven forgassa le fölmerült a német uh -huh. és a lengyel nyelv használata, a filmben szerepelnek német és lengyel mondatok, de csak elvétve, hogy növeljék a uh -huh. hitelességet. Azt mondta, hogy ha lennének feliratok a filmben, akkor az egy túlbiztosítást jelentene, mert a néző nézhetné a szöveget, és nem kéne bámulnia a rettenetes. Dolgokat Ez a marketing a része, a mert pont arról van szó, hogy az amerikai néző már nem biztos, hogy elolvasta volna ezt a filmet, hogy az Úgy. már egy picit fárasztó lett volna. Terry Gilliam szerint itt egy hollywoodi sikersztori született holokausztból, mert hogy, hogy jön ki a nézi a moziból? Ugye azzal az elégedett érzéssel, hogy ezért a pár dolláros vagy 1500 forintos mozijegyért 3 óra és 15 perc kellő izgalmat kapott, és végül is a jó győzött. És a művel a nézőnek semmi munkája, erőfeszítése nincsen, Innentől viszont a katarzis is elmarad. Aha, hát ezzel nem, nem is no, szükség, nem kell, szabad értenünk. Zsálik Godár is mondta, hogy profitál a tragédiából a rendező. De hát visszakérdezek, tehát most gond ne beszéljünk erről a tragédiáról, mert rögtön valami baloldali rendező azt fogja mondani, hogy profitálunk a tragédiában? Jó, akkor mondok még itt észrevételeket. Tehát volt, aki azt mondta, hogy jobb lenne, ha nem őrült lenne a főgonosz, hanem egy normális ember. Ez fontos kérdés. Aki végrehajtja a parancsokat kérdezi valaki, hogy Oscar Schindler német, egy igazi amerikai hős, mint Rick reinkarnációja Casablanca-ból? gyorsan? A... Jó. Igen, hát a. a... 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 a a Gött az valóban egy klasszikus pszichopata, picit beszéljünk majd róla. Mindenképpen. És, és, valóban a soá gépezetének a működtetését, azt nem klasszikus pszichopaták végezték, hanem normális emberek. A mesterségem mint, a halál igen. központi figura. Mint, mint, te vagy én. Ugye akkor van egy Schindlerünk, majd beszéljünk róla. Maja, tehát a ő, nem. Ő, nem. Lehet, Jó. hogy az, az is van, de ő viszont egy köznapi ember. Tehát ő, hát ő, ő... sem köznapi, köznapi. Jó, majd megvitatjuk, de nem, 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 nem egy szent. És, az hát, biztos, ő, hogy nem, de igazi rossz fiú. Tehát... És talán nem is és hős, erről is beszéljünk. Jó. É, és valaki ezt írja, hogy a Auschwitz, ez a Báron György, Auschwitzban nincsenek hősök, csak gyilkosok és áldozatok. Ezzel szemben itt van ez a Hollywoodi dramaturgia, ami hősközpontú. Na szóval, hogy lehet, hogy maga Hollywood kizárja, hogy egy hiteles Auschwitzi filmet lehessen forgatni. Hát igen, most estig elvitatkozhatnánk, de hát megint akkor, tehát van egy történetünk, ez, ez a lényeg, és ezt érez az egyik túlélő, mm -hmm. az egyik Schindler zsidó, ahogy magukat mm -hmm. nevezi ez a közösség, ő, ő neki szívügye volt, hogy ebből készüljön film. Uh -huh. És akkor ez a kérdés, hogy persze, hát a legtöbb ember a második világháború idején nem volt Schindler, ez tény. Uh -huh. Viszont volt egy Schindler, akkor ne forgassunk filmet belőle. Azt mondod, van egy történet, ugye? Vagy három történet, vagy Ó, öt igen. történet? Mert hogy első történet holokauszt, Holocaust, második történet Oscar Schindler, harmadik történet Álmongölt, ugye a, a Gonosz. És akkor vannak kisebb történetek, mint mondjuk a kisfiújé, vagy a rabbié, vagy a, az ott a szerelmes pári, akik házasodnak. És mondhatnánk, hogy van Stenek is története, de ott rögtön hozzá, hozzátesszük, hogy ő három emberből, három történelmi emberből van összegyúrva. akkor láttam, 93 vagy 94-ben, amikor bemutatták moziban, most újra néztem, de nem egyszer, hanem kétszer, és mindenkinek... Az így... 7 óra barátok között. Ráértem, vagy nem néztem végig, egyébként mindenképpen ajánlom hang nélkül is megnézni a oh. filmet, mert nagyon más a hatás, illetve ha kétszer egymás után nézzük meg, akkor a figurák sokkal jobban megelevenednek. Tehát eleinte ezek még csak statiszták, és szereplővé válnak a kisfiú, vagy az a nő, vagy az a lány. Tehát én mindenképpen egy kísérletet megér, oké, okay, sok idő az életből, de lehet, hogy lesz profitja. Lehet, hogy ez ma ilyen adás, hogy a kritikákat soroljuk, erről eszembe jutott. De ez, az, nem ez, most itt nem kritika volt, vagy te jössz most valami. Én most jövök valami. igen, tehát ö... is vádolták ezt a filmet. De miért? Azért, mert ahogy ábrázolja a gettót, és hogy mit csinálnak ott a bentlakók, a zsidók mindig kizárólag üzletelnek ebben a gettóban. Ja, értem. Ezt írt az egyik kritikus, Aha. tehát hogy egy ilyen gazdagabb életet kellett volna ott bemutatni, illetve hát a németek szempontjából mutatja be egy másik népnek a tragédiáját, és hogy ez a valóságnak, vagy a történelmnek a feje állítása. Aha. Illetve az is, hogy van két ilyen csodálatos, jóképű, kimagasló német figuránk, akiknek a, a, hát a jó és a rossz küzdelmeként van ábrázolva az élettörténete, és emellett eltörpülnek a pici, elnyomott és, és kisméretű zsidókat játszó számok. Mi ennyire kritikusak a filmmel, tehát már-már nem akár zseniális alkotásnak is tarthatjuk, tehát Spielberg iszöntösen jól tud ö, filmet készíteni, vérprofi a csávó. Így van, de hogy az, azt nézzük, hogy van egy feladat, és te hogyan csinálnád meg, te jobban csinálnád meg? Mi az, amit másképp kellett volna megcsinálni? És akkor kezdi el értékelni az ember a Spielbergnek a géniuszát, a rendezői döntéseit például a végéről én sokat gondolkodtam, de nincs jobb ötletem. Tehát kellett itt egy jó forgatókönyv, fényképezés. Tudod, hogy hány százaléka készült a filmnek kézi kamerával? 40 százalék. Hát ezt <laughs> és hát a zene, és a zenénél nem csak a, a megírás, hanem aki előadja, és egyébként magyar vonatkozású dal is elhangzik benne, és hát a színészi játék, illetve a helyszínek mert hogy a részint eredeti helyszíneken forgattak. Erről is vannak sztorik, ha uh -huh. szeretjük a sztorikat, mert ez, ez a hitelességéhez ad hozzá. Maga, ahol a, a gyűjtőtábor volt, a, amelyet a gött uralt, az, az nem jó forgatási helyszín, mert a háttérben látszanak az azóta fölépített nagy házak. Úgyhogy föl kell építeni kicsit arrébb. Uh -huh. És hát nagy kérdés övezte azt, hogy Auschwitz-Birkenau-ban forgassanak el. És akkor bent végül jövet? is kaptak engedélyt, de nem forgattak, hanem mint a, a kapu. az látszik, és előtte építettek fel uh -huh. egy. Na most itt Spielberg kapcsán annyit emeljünk ki, hogy őt már többször jelölték Oscarra és Golden Globe-ra, meg a harmadik típusú találkozásokkal, de ezzel a film el nyert el mindkettőt, aztán még a Ryan közlegénnyel fog tarolni, de hogy nem feltétlenül ő forgathatta volna ezt a filmet, hanem itt fölmerült Scorsese. <laughs> Te, Fritz Lang is fölmerült, képzelj Tényleg? A nagy öregek egyébként, mert a Lümet és a Billy Wilderben is gondolkodtak, meg Polanskiban. Igen, és Sydney Polánszkinak... Polák. És Polánc, Brian minek... de Palma, azt te esetem képzelni, hogy ez milyen soá film lett volna. Igen. Sőt, a Walt Disney is gondolkozott egy soá film és szerencsére ezek. Bólogatok, vagy, vagy rázom a fejem. Szóval a Polánszki izgalmas lett volna, mert hogy ő ott volt, ő krakkói túlélő. Igen, de van saját soá filmje. De az csak utána. Ekkor van. még nem állt készen rá. Egyébként Spielberg is tíz évig forgatta a filmnek az ötletét. És amit szoktak a film erényei kapcsán kiemelni, hogy és Spielberg is megjegyezte, hogy ő inkább riporternek érzi magát, mint filmkészítőnek. Fekete-fehérbe forgatták, az ehhez járul hozzá. Kevés színes jelenet van. Az elején uh -huh. egy egy zsidó család imádkozik közösen, ez még színes, és uh -huh. aztán fekete-fehérre válik a film, elkezdődik a vészkorszak, és a, a film vége lesz újra színes, amikor a, a jelenkorba, ami alatt ugye a 30 évvel ezelőtti Izraelt kell érteni, akkor vált színesbe a film, és már van a piros ruhás kislány, uh -huh. ándal. A két verzió is van, az Audrey bőrnös történet, meg hogy ez egy ottani lengyel zsidó kislánynak a története. Igen, az Audrey-t, azt nem ismerem, azt mondd el nekünk. Körül. Hát, hogy ott volt egy közös forgatásuk, és az Audrey Hepburn mesélte a gyerekkori élményeit, hogy látott egy ilyen vörös ruhás kislányt a halottak között, és ez annyira beleégett Spielberg emlékeibe, hogy ezzel ő akart foglalkozni. De van egy másik változat. kérdés ez a piros ruhás kislány például, ezen érdemes elmerengeni, tehát ott kicsit azt érzi az ember, vagy én mindenképp azt éreztem, hogy itt ebben a pillanatban most akkor nem történelem, hanem filmkészítés, hmm. hogy akkor egy filmes trükk, vagy egy filmes eszköz került fölhasználás, és én kicsit kizökkentem a, a, a éppen a gettót számolják fel, amikor megpillantjuk a, a film egyik kulcsjelente, a piros ruhás kislány, persze aztán rimként előjön, a, amikor exhumálják a, a rengeteg és ott is látszik a kislány. Ez egyébként azért fontos, mert ez az a két kulcspont, legalábbis az én elszámolásomban, ahol főhősünk Oscar nézetet vált. Fölülről nézi a gettó felszámolását, illetve né eh, látja az exhumálását a halottaknak, uh -huh. és akkor ezek szerint ez a pirosulás kislány, ez valami lelkiismereti hívó szó. Két dolgot szerettem volna még előtte megemlíteni. Egyrészt, hogy a filmnek nem csak egy három órás változata van, hanem egy hat órás is, és általában az a legjobb. De azt ö, hivatalosan nem került ki. Lehet, hogy még lesz olyan is. Másik, hogy, hogy mondtad az első jelenetet, de a második vagy harmadik jelenet az a lista. És milyen szép olyan, hogy listák keretezik ezt a filmet, vagy ez a belső hely. Készül lista a gettóba. Költöztetett zsidókról, és aztán a megmentett zsidókról. Ezt azt hiszem Roger Eber emeli ki. A, egy, egy regényen alapszik ez a történet, és ott nem lista a címe, hanem a Schindler bárkája, Noé bárkájára utalva. 1982 Thomas Kennedy, egy érdekes módon ausztrál szerző, őt a már említett túlélő találja meg, és ihleti arra hogy forgassa le a filmet, és ez a lista, ez alkalom arra a rendezőnek, hogy nevek hangozzanak el, túlélőknek a nevei, akik, egy, akik segítettek a film elkészítésében is, és hát a film végén ezzel van lezárva, hogy a lista maga az élet, a lista az abszolút jó. Hmm. Amúgy a lista elkészítése se teljesen így történt, és nem a Stern gépelte ezeket, és volt. Nem a titkára szintén. És így 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 mindenfajta csúnya dolgok történtek, megvesztegetés, stb. De visszakanyarodva, egyrészt ahhoz, amit mondtál, hogy Schindlernek mi okozza a párfordulását, én még előtte megnézném, hogy mik voltak a filmnek a legmegrázóbb jelenetei, mert hogy az egy ideig nézzük, nézzük, és olyan nagy dolgok nem történnek, illetve fel vagyunk erre készülve, hogy itt, itt kemény dolgok lesznek. Talán a gettó felszámolása az első sokkoló jelenet. Igen, de milyen jó, hogy nem rögtön ebbe dobnak Igen. bele bennünket. Ez olyan, mint egy zenemű, lassan mm -hmm. épül, és aztán. És hát egy-két gyilkosság azért ott elcsattan már az Igen. első percekben is, és aztán válik tömeggyilkosságá. Egyébként általában a gettó felszámolása csak egy oldal volt a forgatókönyvben, és aztán ott, ott rájöttek, hogy ebben sokkal több rejlik. Aztán a másik megrázó vagy figyelemfelhívó jelenet, amikor a német katona, azt mondják Mozartot, de Bachot játszik, és ez annyira szépen kifejezi a német kultúrának a kettősége, és itt kapcsolódik a tavaszi havazás is. Weimar mellett található Buchenwald, és ott is erről beszéltek, hogy havazott. Weimar a német kultúra bölcsője, Goethe-Schiller városa, Igen. stb. stb. És mellette ott van Buchenwald. A gettó felszámolását úgy akarta leforgatni, hogy szinte nézhetetlen legyen. 1943. március 13-án a uh... Krakói gettót felszámolják, és ezt egy nagyon hosszú jelenetben örökíte meg a rendező, ahol nem csak az a nyom azt, hogy mindenkinek el kell hagyni, hanem még ilyen utótörténet is keletkezik, hogy akik itt-meg ott rejtekeztek, azokat is egyenként levádászák. Nagyon kemény. Egyébként ez egy kérdés volt, hogy jó-e, vagy kellően brutális volt-e a, a film, vagy nem, mert hogy jön a náci főgonosz, aki lövöldözt fentről, de ő állítólag ennél durvább volt, és akasztott emberek vették körül a tábort, illetve nagyon sok kisgyereket ölt meg, illetve még a kutyáit is, vérebeit is használta arra, hogy embereket szétmarcangoljanak. Ezeket már nem mutatta Spielberg, és lehet, hogy jó ízlése volt ekkor. Ó igen, egyébként a kulcsót elmondtad, legalábbis az alkotói kulcsót, ez az ízlés. Itt mindig, mindig ez a kérdés, hogy mi az, ami még bírható, bírhatatlan, mi az, ami mutatandó, mi az, ami tilos mutatni. Milyen arányban? A, a Spielberg egy kivételes íz, ízléssel megáldott ember. Ez az Ámongött, akit kapunk, ez hát úgy tűnik, hogy egy klasszikus pszichopata és ha Egyszer majd összeállítjuk a top 10 filmes mm -hmm. pszichopatát, akkor mm -hmm. így rakjunk egy ilyen jelzést, hogy oda érdemes bekerülni Ámongöttnek. A számomra megrázó néhány jelenet is hozzá kötődik, mm -hmm. mert ez is nem feltétlenül a halottak exhumálása, mert arra már inkább azt mondja az ember, hogy ez túl sok. És akkor én egyébként én elnéztem a filmről néha, uh -huh. és az is például ilyen De mondjuk az, volt. hogy fekete-fehér e... volt, talán az könnyebbé tette. Most tényleg kevesebb vért láttunk. Igen. De ezért vagy van, amikor az... öreg embereket futtattak mesztelenül, vagy vizsgálják az egészségüket. Igen, és, vagy eleve a nőket mesztelenül. Őket. A, na, de hogy a... a, a... A gött fölügyeli ezt a tábort, és valahogy egy ilyen sorsszerűségnek a hiánya, és itt Kertész Imre juthat eszünkbe a sorstalansággal, annak a metaforája, mert hogy ő, ő random, ő véletlenszerűen gyilkolgat. Tehát reggel föl kell a kedvese mellől, vagy szeretője mellől az ágyból, és abból a villából lefele lövöldöz a táborba. Egyébként hát ez, Ezek a figurák, ezek az életben is léteztek, tehát nem csak a Schindler, de ez az Amon Goethe, -t. Annyi, hogy, hogy nem voltak ilyen szépek egyikük sem, mint itt a filmben, zárójel. Viszont amikor látta beöltözve a Ralph fiennes uh -huh. az egyik túlélő, akkor a félelemtől reszkedett, annyira hasonlított a hát, az álmongat. Hát, képek gyerlában. alapján egyébként nem, de és akkor hát ő neki a plasúfi mészáros volt a beceneve, mint a bressai hína, és hát nagy legendák voltak arra, hogy mi mindent csinált, ezekből idéztünk, úgyhogy nem annyira szükséges. Kérdés, ugye mondtad idefele jövő, Hát, hogy írnak úgy róla, hogy ő ilyen ellenmondásos figura, vagy nem is tudom, miket írtál, hát, mi olvastál. ez a kérdés, mert... Számunkra ö... nem. Oszkár Schindler már összetettebb. Oké, okay, de hogy ez egy filmes kérdés, tehát hogy pusztán a maga a rossz, aki csak öl, az egy elég unalmas filmes figura. Itt azzal próbálták a, a kicsit árnyalni a szerepét, hogy például egy egy zsidó lányba szerelmes, akit brutálisan ver, még nyilván meg is erőszakol, uh -huh. ezt nem mutatja a film, de hogy mégis akkor ezt a hát ezt a faj gyalázási törvényt, meg határvonalat, azt ő átlépi. Hasonló egyébként ez aki hát nem puszil, az ne, nem azt nem száll csók volt a valóságban, hanem arcra rakott puszi, de ezzel is, hát nem, nem... Nem csak az illemet. Éket hanem a törvény. Szerintem egyiket ízlésesebb lett volna úgy a filmben is, mert ezzel egy kicsit le lehúztuk a lányt, azzal, hogy ebbe így benne volt, mindegy. Igen, az viszont az van az akar. az eredeti kérdésed, hogy Schindler pálfordulása vagy megtérése melyik pillanatban történik. Egyébként van, aki azt emeli ki kritikusként, hogy hogy ettől jó, hogy ezt nem nem nyomja a szánkba, és nincs annyira prédikáció. az egyik szerintem az egyik pillanat, amikor azt mondják neki, hogy ő. Egy jó ember. Te hív valaki? Ja, igen, az a hölgy, aki. É, akit nem, megment. nem csak a hölgy, hanem egy férfi, az a félkarú férfi azt mondta, hogy jön egy jó ember. E, aztán érdekes, hogy ő is utána megpróbálja ezt sugallni talán Amonnak, hogy lehetne jó ember. Annál az embernél ez nem ér célba. film ezért jó film, mert van egy Oscar Schindlerünk. Beszéljünk róla. Érdekes, hogy kihagyott dolgokat a valóságból uh -huh. a, a rendező. Ez a Schindler, ugyanis ez egy kém volt. Oh. Én végig ezen gondolkodtam a filmben, hogy, hogy miért ilyen engedékenyek vele a nácik. Oké, okay, tagja a náci pártnak, de miért engednek meg neki mindent? Na most ő neki van egy kém múltja, tehát egy 25 fős kém egységet vezetett, ő neki fontos szerepe volt a Csehország megszállásában, és fontos szerepe volt a lengyelország megszállásában, mint kénnek. Ez ő már nagyon... 35-től szudét a német párt tagja, aztán náci párt tag, aztán a katonai titkosszolgálatnak a, a, a tagja, és emiatt tele van baráttal a titkosszolgálatban is, és a náci És akkor is. valószínűleg annyira nem is kell megkenni ezeket a német tiszteket. Kicsit még tarthattak is tőle. Ki tudja, mit miért csinál alapon? ez így van, hogy igen, hogy És akkor nem kell variál... El... És egy nagyon érdekes kettős ügynök, mert valaki azt írta róla, hogy 43-ban budapesti cionista vezetőkkel találkozott. Igen, én is olvastam, mert akkor az már, azért már a párfordulása után vagyunk, uh -huh. a, tehát mondtam március 13, a felszámolása, és ő rendszeresen beszámol a zsidó föld ellenállásnak, többek között Budapesten is arról, hogy milyen kegyetlenségek történnek a gyűjtő és megsemmisítő táborokban, és pénzt zsidó pénz szállít Budapestről Csehországba, hogy szétosszák a zsidóföld alatti ellenállásnak. Őrület, mert hogy azt alapból tudjuk, hogy alkoholista, egy kalandor, sokan azt mondják, hogy igazából ő a kalandért csinálja ezt. Nem. nem olvastam hogy... ilyet, tehát hogy, hogy, benne van ez a bátorság, mert ez a vakmerőség. Kérdezted idefele, hogy miért csinálja egyszerre azt, hogy zsidókat ment, és, és használhatatlan lőszereket, vagy lövegeket, vagy nem tudom miket gyárt. Azért hát egy az más... egyik projekt azért veszélyezteti Igen. a másikat. De értjük, hogy miért akar használatlan azért, hogy ne támogassa a német háborús erőfeszítéseket. Ez nekem azért a túlszép kategóriája. Hát túlszép illetve, hogy valahogy ez nem eladható, Én nem tudom, hogy hogy volt a valóságban, de csak kiderül... neki egy produktív gyárat kellett volna működtetni ahhoz, hogy megmentsen minél többet. Szerintem ez a mítosznak a része. De még mindig érdekel, hogy mi az, ami őt megváltoztatja. Amikor messziről hallja és fentről látja a gettó felszámolását. A filmben nem jön ez jól elő, szerintem, mert az arcán nem látszik semmi a Nízonnak. Hát de igazi ez... kémből ezt kinézhetjük. Az egy, vagy, amikor szóval a, magatartása a kislány, kislány, vagy amikor meglátja a kislányt. És mi, mi, van, hogyha ez a piros szín, ez az ő színe? Ez, ez a lelkiismeretnek a színe. Ez jól mondod. Ezért jó film. Itt van ízlése a Spielbergnek. A három főszereplő kettő, közül kettő, a Stern és a, 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 Schindler beszélgetése, az le van tompítva. Ők sose beszélik azt meg, hogy, illetve a film végén igen, és az is kulcsjelenet, jelenet, azt, hogy, hogy, hogy most mi mentünk, minél többet mentünk, úgy teszünk, mint ez, a, ez a két férfi, ez ilyen szemérmesen elkezd együttműködni a legnagyobb, szabad, legnemesebb projektben, az embermentésben. És akkor már itt beszéljünk a Sternről egyébként. Robi emeli ki, hogy milyen jó, hogy ismeretlen színészeket használt a rendező, mert hogy Liam Neeson a misszióban a nyolcadik legfontosabb szerepet kapta, de mondjuk Kingsleynek már volt egy fontos szerepe. Igen, Gandhi volt. Gandhi él. volt. Szóval ez a Stern, ezt tulajdonképpen kit képvisel? Mit, mit képvisel? Mi ő? Hát ő a, a, nem én mondom, ezt Spielberg mondta, hogy ő a, nem is csak a tanú, hanem ő a lelki ismeret. Igen, az alter egoja ennek a sindre. Én még el akarom mondani, hogy mi miért nem lehetnénk Sindlerek, te no. meg én? És a, a... hát, hát, gondolkozzunk ezen, miért nem lehetnénk, mert mi ennél szarongóbbak vagyunk, nem? Hát ez így van. Itt vannak olyan képességei a Sindernek, amelyek képessé teszik őt az ilyen fokú dologra. Az egyik az az, hogy ő neki nincs nagy terve. Tehát ő nem, ő nem gondolja végig, hogy a következő három évben hogyan is mi. Ő mindig reagál a, a belső hangjára hallgatva, és ő egy szélhámos. Én ezért vezettem Egyen, így fel a uh -huh. filmet, ezért tud ő egy ennyi megmenteni. Ő hazudik, megveszteget, uh -huh. szerepet játszik, leüvölt embereket, a tekintélyen lép föl helyzetekben, mint katonatiszt. Ő egy nagyon összetett személyiség, és az, hogy ő szélhámos azt teszi lehetővé, hogy ilyen hosszú ideig tud játszani egy szerepet. Úgyhogy nem gyanakodnak rá, egyébként gyanakodtak rá, és többször volt börtönbe is. Egyébként itt van va. megint a csók jelenet, hogyha ő csókol, akkor az megint veszélyeztet egy nagyobb projektet. Az mi, miért kell? Azért, mert éppen részeg, mert egyébként az is lehet. Igen, de ha meg tovább gondoljuk, akkor meg azt is gondolja, hogy hú, Nagyon ha az ennyi az zsidót akarna megmenteni, megmenteni, akkor nem csinálna ilyen igen. hülyességeket, tehát akkor biztos nem akar megmenteni. Jó, ez igaz egyébként. Itt nem tudom, a magyar recepcióról beszéljünk-e, meg az egyéb. A muszlim országokban, bizonyos országokban betiltották, mondva, hogy túl véres, vagy éppen, hogy túl egyoldalú és igazságtalan. Aztán a németeknél úgy tudom, hogy a reklámról ment a vita. <laughs> Igen, hogy... Két reklámra akarták megszekíteni, hát na az ízléstelen. Használjuk ezt a szót. Uh -huh. Egy, e, egy a... Aztán... megnézni a Népírtás közepén. Aztán nagyon érdekes Magyarországon 1993-94, tehát zajlik a rendszerváltás, pont kerülnek elő a nagy traumáink, ezeket kéne feldolgozni, és a kibontakozó kultúrharcban, meg a mindennapos politikai csatározásokban elkezdik rosszra használni ezeket a traumákat meg a kommunistázás, és hát felszíretör az antiszemitizmus is, de az antiszemitázás is. És gyakorlatilag a, ezt a filmet akkor sokan a magyar kultúrkámf keresztmetszetében látták. És ha újraolvassuk a régi, az akkori kritikákat, ez nagyon-nagyon átjön. És így nyolc bekezdést ír, hogy szabadkozzik, nem mer véleményt mondani, és akkor utána kifejezi a Hát furi, Úgyhogy úgy, úgy, tessék újra megnézni ezt a filmet, mert talán sokkal bölcsebb fejjel és tisztább szívvel láthatjuk. És a másik nagy kérdés, és az utolsó nagy kérdés, az a vége, a, mert van hmm. két érzelgős, kérdőjel, gicses kérdőjel jelenet, ami lehet, hogy vágyja az egész filmet, vannak ilyen kritikusok, akik így gondolják, ki ki mérlegelje maga, tehát ez a hosszas búcsúszkodási jelenet, ahol sírva fakad Schindler, sokan azt mondják rá, hogy ott teljesen kiesik az addig fölépített személyiségéből, hogy ez nem hiteles, de mondjuk az egy alkalom arra, hogy mi is egy kicsit együtt sírjunk. Picit sok, de megható. És igenis működik. És a végén meg megint egy ilyen hollywoodi patetikus, tehát a hollywood szereti a nagy felvonulásokat, Ugye. és akkor, hogy azóta, tehát a valós túlélők összegyűlnek egy sorba, és a, a sírjánál elhelyezik az emlékezés köveit. Nem tudják elég sokan, hogy volt egy magyar Schindler is, illetve több is, az a leghíresebb, vagy legfontosabb, az Ocskai László, aki, akinek le, volt először egy munkaszolgálatos százada, tehát ő, ő parancsnoka volt ennek, és hivatalosan a német cseleknek gyűjtött és gyártott ruhákat, először a Síp utcában, majd a Zuglói zsidó gimnáziumban 2500 zsidót bújtatott, olyanokat, mint, mit tudom én, Kadosa Pál zeneszerző, vagy kellérdező humorista, és sikerült igenis megmenteni ezt a sok-sok embert, és nagyon büszkék vagyunk rá, szegénynek annál sanyarú volt a hátra levő élete. Csak remélhetjük, hogy amikor minket is megpróbál a történelem, akkor a jó mellett döntünk. A maga Schindler egyébként a 70-es években azt mondta, éreztem, hogy embertársaimat meg akarják semmisíteni, segítenem kellett, nem volt választásom. Ez volt a tekelcsés tekintet. Schindler listájáról beszélgettünk Steven Spielberg 1993-as filmjéről. Én Nagy Szabolcs vagyok. Én pedig Szűnyi László Gyula.